Az SMS Zenta cirkáló az osztrák-magyar hadi tengerészet kis cirkálója, vagy más besorolás szerint misszió cirkálója volt. Testvérhajói az Aspern és Szigetvár cirkálók voltak. A Zenta osztályú cirkálók flottafelderítőnek felderítőnek épültek. A csatahajósor előtt haladva kellett felderíteniük az ellenséges egységeket, és távol tartani a torpedónaszádokat. 1895. januárjában a császár és királyi haditengerészet vezetősége új cirkálók építéséről határozott. Egy 6000 tonnás páncélos cirkálót, valamint több kisebb, mindössze 1700 tonnás egységet kívántak beszerezni. József Kucinka, főkonstruktőr, többször áttervezte az eredeti terveket, így 1897 közepén az 1700 tonnás limitet 2300 tonnára emelték. A Zenta építését 1896. augusztus 8-án kezdték meg, és 1897. augusztus 18-án a császár születésnapján napján bocsátották vízre. A hajó keresztanyja Mária Józsefa főhercegnő, Ferenc József császár sógornője volt. A hajó felszerelése elhúzódott, ugyanis a neki szánt ágyúkat a spanyoloknak adták át, akik épp Kuba függetlenségét próbálták megakadályozni. A Zenta főtüzérsége 8 dalap 12 cm-es, 40-es kaliber hosszúságú Skoda gyors tüzelő ágyúkból állt. Másodlagos tüzérségét 8 mm-es koda gyors tüzelő, valamint 2 47 mm-es Hotchkiss revolver ágyú alkotta. Utóbbiakat a torpedóneszádok ellen kívánták használni. Ezen kívül két 8 mm-es Salvator Dormus M1893 mintájú gépuskával és egy pár 45 cm-es torpedócsővel is felszerelték. Fontos megemlíteni, hogy a Zenta osztályhajóit szerelték fel először kizárólag a Skodánál gyártott ágyukkal. Feladat körében adódóan fontos volt, hogy gyorsabb legyen a korab korabeli csatahajóknál, így a sebesség érdekében csak minimális páncélozást alkalmaztak. A páncélfedélzet két 12,5 mm-es acéllemezből állt, amit a hajó középnél 2 25 mm-re vastagítottak. A kazamatákat 35 mm-es lemezek védték, míg a parancsnoki torony oldalait két 25 mm-es lemezzel erősítették meg. Az összes 12 cm-es löveget 45 mm-es lövegpajzsokkal látták el, ha bár ezek nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy a kezelőknek megfelelő védelmet nyújtsanak. A vízvonalon 96 méter hosszú hajót két háromszoros expanziójú gőzgép hajtotta, melyek együttesen 7200 lóerő teljesítményre voltak képesek, és maximum 21 csomóra tudták gyorsítani a hajót. A próbaúton azonban a az Zenta 21,87 század csomós sebességet ért el. A gőzt 8 darab széntüzelésű jarok kazán állította elő. Gazdaságos menetben a cirkáló ható távolsága 3800 tengeri mérföld volt. Kiegészítő jelleggel a két árbócot brigantin vitorlázattal is ellátták, így képes volt kizárólag a szélerejét felhasználva is haladni. Az végül 1899. május 28-án állt szolgálatba, építése pedig 4,2 millió koronába került. Azonnal a távol keletre vezényelték, hogy felváltsa a kínai vizeken állomásozó Kajzerin Elizabeth cirkálót. 1900. január 3-án érkezett meg Szingapurba, majd Hongkongba hajózott. Ezután a kínai kikötőket látogatta végig, felhajózott a yangtze majd május 7-én kikötött Sánkhájban. Áthajózott Japánba is, de május 30-án a parancsnok értesült róla, hogy a boxerlázadás miatt a pekingi követségi negyed és az öt élő nyugati diplomaták veszélybe kerültek. Az angolok, a franciák, az oroszok, a németek, az amerikaiak, az olaszok és a japánok a monarhiával közösen megalapították a nyolc nemzet szövetségét, a Zenta pedig június 2-án csatlakozott a Taku erődnél állomásozó nemzetközi hajórajhoz. Június 3-án a hajóparancsnoka, Eduard von Montalmar kapitány vezetésével egy tisztből, két kadétból és 30 matrózból álló különítményt szállt partra, hogy a diplomáciai negyedvédelmére vonuljanak. Egy másik különítmény, mely egy tisztből, három kadétból és 72 matrózból állt, a takú erődök ostromában vett részt. A harcok során von Montalmar kapitány és három matróz esett el, további négy pedig a sebesüléseibe halt bele. Augusztus 7-én a Kaiserin und Königin Mária Terézia páncélos cirkáló horgonyt vetett a taku erődöknél, és parancsnoka vette át az irányítást az osztrák-magyar erők felett. November 24-én a Zenta áthajózott Japánba, ahol egy rövid időre dokba állt, hogy néhány javítást elvégezzenek rajta. 1901. január elején ismét kihajózott, és több kínai, koreai és japán kikötőt is felkeresett. Július 25-én indult haza, majd október 1-én érkezett meg Pólába, miután tartalékba helyezték. 1902 őszén ismét szolgálatba állt, és Afrika megkerülésével Dél-Amerikába hajózott. Az út során többek közt felkereste Mombasa, Zanzibár, Tamatave, St. Louis, Fokváros, Luanda, Matadi, Montevideo, Rosario, Buenos Aires, Freetown, Dakar és Tenerife kikötőjét is. Végül október 2-án futott be Triestbe, ahol jelenlétével megtisztelte az SMS Erzherzog kár sorhajó vízrebocsátásának ceremóniáját. 1904. január 1-től a torpedónaszát flotillához osztották be, mint flotilla vezetőhajó. Az elkövetkező évek során kiképzések és ceremoniális feladatok váltották egymást, majd 1908 elején tartalékba helyezték. 1909. március 16-án újra aktiválták és csatlakozott a Levante pártjainál járőröző nemzetközi flotta kötelékhez. Ez a megbízatás június 5-ig tartott, majd hazaindult. A háború kitöréség már csak rövidebb időkre helyezték szolgálatba. Ez idő alatt részt vett az Rínyi és a Viribus Unitis csatahajók vízrebocsátási ünnepségén, új rádiókészüléket kapott, az 1913-as kutári válság idején pedig Montenegró partjai előtt járőrözött. A haditengerészet mozgósítása során az Entát az első cirkáló divízióhoz osztották be, ami ekkor a San Georg, a Kaiser Karl hat és a Kaiserin und Königin Mária a páncélos cirkálókból, valamint a Zenta osztályból állt, Paul Fidler ellentenger nagy parancsnoksága alatt. Augusztus 8-án a Zenta és a Szigetvár antivári kikötőjét bombázta. Az első cirkáló divízió egyúttal megkezdte Monteregró partjainak blokádját. Augusztus 16-án a Zenta az Ulán romboló társaságában látott el blokádszolgálatot. Délelőtt 7 óra 45 perckor a zenta őrszemei dél-délnyugat felől gyorsan közeledő ellenséges egységeket pillantottak meg. Paul Packner fregatkapitány, hajóparancsnoka hajó parancsnoka, kiadta a harckészültségi parancsot, majd visszafordult és teljes sebességgel kattaró irányába indult. Pár perc múlva azonban újabb közeledő ellenséges egységeket észleltek nyugat-északnyugat -nyugat irányban. A zenta harapófogóba került. A közeledő hajók a francia flotta főerői voltak. Két csatahajó, tíz sorhajó, három cirkáló és öt romboló flotilla. A francia vezérhajóról két lövést adtak le az zenta elé, így módon felszólítva a megadásra. Pakner parancsnok elutasította a megadást, felvonatta a kis lobogódíszt és a harc mellett döntött. Egyúttal utasította az ulán hogy nagyobb sebességét kihasználva próbáljon meg áttörni kattaró felé. A francia hajók 8 óra 15 perckor kezdték meg a tüzelést, de az zenta lövegei nem tudták elérni az ellenséges hajókat, amíg a távolság tízezer méter alá nem csökkent. Az Enta számtalan találatot kapott, melyek közül az egyik átütötte a főgőzvezetéket, így kilenc órakor a cirkáló mozgásképtelenné vált. Ekkor a hajó helyzete négy-öt tengeri mérföld nyugat-délnyugat -nyugat volt Castellastól. Az újabb találatok után az Enta lassan süllyedni kezdett, ezért a kapitány kiadta a parancsot a hajó elhagyására. A Zenta végül még mindig lengő lobogókkal 9.30-kor süllyedt el. A francia flotta parancsnoka utasította a brit rombolókat a vízben úszók kimentésére, de a jelzését az angolok nem értették meg, vagy nem akarták megérteni, és ott hagyták a hajótörötteket. 173 tengerész veszett hullámsírba, akik közül 49-en voltak magyar nemzetiségűek. A túlélők közel 5 órás úszás után értek partot, majd montenegrói hadifogságba kerültek, honnan csak 1916. január 15-én Montenegró kapitulációját követően szabadultak. 1923-ban a Zenta elsőjedésének túlélői a Petrovács előtti Sveta-Nedelje szigeten egy kámpolnát építettek meg menekülésük emlékére. A cirkáló emlékezete azonban ezután sem halványult el. 1986-ban jelent meg Dr. Csonkaréti Károly, a Szent a Cirkálóval kezdődött című kisregénye, ami Déri Ernő kadét történetén keresztül mutatja be a hajó elsüllyedését. 2002-ben Cakó László nemzetközi élő búvár merült az Entaroncsához, amiről dokumentumfilm is készült. Az első edés századik évfordulójára a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet kívánt emléktáblát állítani a Sveta álló kápolna falán, ez azonban a montenegrói törvények miatt ellenséges katonáknak nem lehet emléket állítani Montenegróban, máig sem valósulhatott meg. Thank <laughs> you.